Sall Attila, aki 30 éve foglalkozik növényekkel. Amit itt látok a színpadon, ezek az ő szent növényei. Sorrendben. Ő hozta ezt autóval, méghozzá nem is innen a közelből, elég messziről, honnan, és majd elmondja. Templomfa, ez a szép fehérágú. Mellette aranykálmos. És ez a gyönyörű növény, ami életemben én most láttam tőle először, ez a mirha. Mellette tarka levelű fekete üröm, ez a picike memória növény, valamint tengeri hagyma, a végén a lila virágú zsája. Ezek mind magas rezgésű szent növények. A többit ő maga elmondja. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm Erzsinek és a szervezőknek, hogy most itt lehetek. Én ki is használnám gyorsan a lehetőséget, hogy egyrészt vasárnap lesz két ön eladás, amihez én egy picit előlegbe a sajátom előtt most hozzászólnék, és Gáborhoz kapcsolódnék az előbbi előadóhoz, hogy igazándiból mire is kell nekünk figyelni, hogy azon a bizonyos jézusi jó úton maradva a jó oldalon maradjunk, és ebből az egész pszichózis és hiánymenedzsmentből mi ezt feladatként éljük meg, és jól jöjjünk kiben. Ugyanúgy, mint a Covid-nál, aki sajnos van, aki már temetőben van, van, aki megbetegedett, és van, aki megkérdezi, hogy hol volt itt Covid. Ez mind csak attól függ, hogy kinek milyen a tudatállapota, ugyanahhoz a problémához hogyan áll hozzá szellemi síkon, és az hogy tudja így lebontani fizikai síkra. És én szakrális botanika, ez az egyik, amivel foglalkozom. Most majd ebből mutatok pár érdekes dolgot. És mindig is az érdekelt, hogy mi volt az a központi, vagy van egyáltalán olyan elem, ami tetten fogható a régi civilizációkba, hogy egy adott kultúrát tértől, időtől, helyszíntől függetlenül mi emel magasra, aztán egyszer csak mi az, amitől eltávolodik, és aztán összedől, beomlik. És hát itt egy nagyon jó lehetőséget találtam. Volt egy személyes élmény, ami engem ebbe az irányba terelt, hogy otthon voltam, és bekapcsolt egy tudatállapot, akkor még nem is tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy panorámalátás, hogy minden átmenet nélkül, tehát kamionbaleset vagy szívműtét egyéb nélkül hátrafelé mind a 360 fokba láttam, és ölt is, amit most így nem. És aztán utána elkezdtem ebbe az irányba menni, hogy mi ez, mi történt, mivel lehet ezt a nagyon különleges tudatállapotot segíteni, és milyennek a története, aztán milyennek a magyar ősiségben is a hagyománya és az eszközei, mert hogy ez is igazándiból a miénk, és amíg elkezdeném igazán, hogy itt a szkíta világ dolgairól van így úgy szó, és nagyon érdekes például a szkíta erkölcshöz kapcsolódóan a táplálkozás kultúra. Nagyon sokféle táplálkozási rendszer van, és a rómaiak lejegyezték a szkíta birodalom, illetve nem birodalom, a szkíta világ fénykorába, hogy a fő tápláléka a szkítáknak a tej és a méz volt. Miért érdekes ez? Mert ahhoz, hogy valaki tejet igyon, vagy mézet egyen, nem kell elpusztítani sem a tehenet, sem a méhet, tehát nem kapcsolódik a táplálékhoz egy halálos rezonancia, egy gyilkolási metódus. Tehát nem, hogy nem kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy tejünk legyen, még a tehenet, illetve az ő szaporodásukat segíteni kell, ahhoz, hogy mézünk legyen, a természettel egybe forva, jól az isteni minőséget megélve, a méheket is úgy, meg a fákat, bokrokat, növényvilágot, egyebet úgy kell harmonikusan működtetni, hogy ha több mézet akarok, hogy nem, hogy pusztítom ilyen szörnyagráriummal, meg vegyszerekkel, meg minden őrülettel,
amiről mondjuk sokunknak papírja van, hogy mekkora okosság, hanem kifejezetten minden költség nélkül, ugye ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Tehát mi is kaptunk sok mindent ingyen, és ha azt jól csináljuk, akkor mint a foggazdálkodás, vagy a szkíta táplálkozásban ez ingyen a bőség és a harmónia ezen a lélek minőségen keresztül fizikailag így jön le. Nézzünk meg két másik táplálkozási kultúrát. Hát ezt én kultúr, az mondjuk a halál és a kóser, ott rituálisan elő van írva, hogy nem, hogy az állatot ugye kivéreztetni kell, hanem elő van írva, hogy ott szenvednie kell az állatnak. Most amikor ugye a hosszú haláltusa során rukkapál mondjuk egy szarvasmarha kivéreztetés során, akkor olyan stresszhormonok képződnek a húsába, hogy aki ezt a húst fogyasztja, az annak a toboz mirigye leépül, és ugye, ahogy Jézus mondta, szűk az a kapu, amin aztán majd kevesen mennek át. Ez a kapu, ez a tobozmirigy itt a kupánkban van. Van olyan, megint csak rituálé, ahol ez kipával le van árnyékolva, és lényeg, hogy ha ez a tobozmirigy működik, ugye ez történt meg nálam bizonyos szinten, akkor valaki ezen a 3D-n túli látása, hallása van. Ennek az a fizikai magyarázata, hogy a tobozmirigy egy nagyon pici szerv az agy legvidettebb középső részén fenn a kupába, és be van húzalozva ez a tobozmirigy a látó és a halló központba az agyba. Tehát hasonló külalakra, mint ez egy ilyen valós, akár fenyőtoboz, akár más komló, más tobozos termésű növény, és nem véletlen, hogy a forma rezonancia egy növényen azokat az illóolajokat tartalmazza a fenyőbe, hogy a komló, a sör, nyugodt idegállapotot ad, az az alap, és onnét jön az egyéb különleges egyéb dolgok. Tehát, hogyha ez a bizonyos tobozmirigy megfelelően működik, akkor ennek minden gramjában 5 millió piezó kristály van, és hogyha ez a bizonyos égi jel a koponyán keresztül úgy jön be, mint hogy se lenne a koponyacsont, akkor ezek a piezó kristályok fény és hangjeleket generálnak a tobozmirigybe, és mivel, ahogy mondtam, ezeken a kis bütykökön keresztül be van húzalozva látó-halló központba a tobozmirigy, ezért van az, amit mondjuk a keresztény hagyományba vagy bármilyen más védikus kultúrába a szent embereknél látunk, olvasunk, hallunk, hogy láttak, hallottak, ugye Ábrám is a sumér emberhez szólt Jehova, és történt, ami történt, és ez a mechanizmus, de ezt ma nagyon precízen működteti például az elektronikai ipar, én ezt láttam Írországban, hadiipari cégnél, és nagyon megdöbbentünk, hogy először így azt láttam, hogy besugárzással az anyagot ott hogy manipulálták ugye a nanotechnológia révén. Tehát lényeg, hogyha van egy külső jel, akkor ez a tobozmirigy, ha megfelelő állapotban van, és nincs macisaltal, meg mindenféle egyébbel körbe burkolva, akkor veszi az adást. Egyébként ez történt Csontvári Koszka Tivadar is, amikor az önéletrajzába leírja, ugye ő hallott valamit nagyjából 2 méterre mögötte, hogy ő lesz a világtörténelem legnagyobb napútfestője, stb. Tehát ennek a biológiai alapja ez, és az, hogy ez megtörténjen velünk, erről szól gyakorlatilag a keresztény hagyománynak a szentekről, életéről, meg sok minden másról szóló történetek, hogy nem kell ehhez szívműtét, hogy amikor mondjuk Pap Lajos is leírja, meg sokan mások, ugye, hogy akik visszajönnek a halálból, mit tapasztalnak, mit mondanak. Tehát nem kell ez, én beszéltem olyan emberrel, aki kamionbaleset révén élte meg ezt az élményt, hogy visszajött és elmondta, hogy 2 méterről látta, hogy az orvos mondja, hogy tegyétek a zacsiba, fölhúzták a fekete zsákba a cipzárt,
és közben látott mindent, meg hallott, és vissza is tudott emlékezni. Tehát mindegyikünkben lényeg megvan ez, az emberi minőség, hogyha nem halálos, ugye ősnyelvi elem, halál, ők ezt nem értik. Tehát ha nem ezt a halál kultúrát működtetjük, hanem mondjuk egy szkíta táplálkozást, meg minden másba is persze, egy a Gábor által is említett emberi minőséget éljük meg, és mi itt a lényeg? Én mindig is ezt kutattam a sumereknél, Atlantis, vagy akármikor máshol, hogy mi volt, ami aztán bárkinek is a vesztét okozta. Addig egy lényeg, hogy addig, amíg egy civilizáció Isten felé helyezte az irányultságát, ilyen létsikra emelte a tudatosságát, és az volt a cél, hogy Istennel kapcsolatban legyen valósan, és nem így szövegszintjén, ahogy most én így valamit elmesélek, hanem tényleg valósan, ugye, ahogy mondjuk Ádám, Éva is még a Bibliában, ugye a történetben ott napi kapcsolattal volt egy ideig Istennel, amikor ott aztán elromlott valami. Tehát, hogy ezt a bizonyos valós kapcsolatot mindegyikünk megélheti egyéni szinten és közösség szintjén is. Ugye nagyon sok szép történet van ilyen irányba, hogy egy-egy nagy civilizáció ezt így úgy amúgy működtette. Magyar hagyományban is volt olyan, hogy egy tonna bizonyos ünnepi rituálékkor egy tonna tömjént füstöltek el, ugye az akkor egy gram tömjén egy gram aranyárával volt, tehát ez a bizonyos szellemi bőség milyen emberi és civilizációs magasságokba repíthet egy közösséget, például akár füstnek is engedhet egy tonna aranyat, ha éppen olyan kedve van, és az ég felé a kapcsolatot ez segíti. Miért segíti? Vannak olyan, akkor kezdem az elején, tehát a növényvilág hatóanyag szintjét ugye most a mai méréstechnika nagyon precízen méri, hogy gáz spektrométer, meg mindenféle kromatikus módszerekkel, hogy én kaptam egyszer egy ilyen lapot, A4-es lapot, hogy ilyen frekvenciák voltak, alulról fölfelé emelkedtek, mellettük a latin nevek, és nagyon érdekes volt, mert az alsó, legalsóbb rezonanciák, azok az emberi léptékbe vagy felhasználásba számunkra jelentéktelen, mondjuk, mint a fű, meg olyan növények, amit mi nem eszünk, nem használunk egyébre, egyszerűen csak az ökoszisztéma részei, hát idézi ebbe a csakot. Aztán a következő magasabb hercértékű növények voltak a táplálék növények, és ugye itt már belép, hogy most szkita táplálék lesz-e, vagy egy halál táplálék, vagy a mai macisajt kultúra. Aztán, ha megint még följebb megyünk a hercértékekkel, akkor a gyógy- és fűszernövények, és a legfelső két növény, ugye ezek mind európai növények voltak, bizonyos liliom és bizonyos rózsafajták, és ezek a szakrális botanika szűk mesdjéje. Ugye, ha belegondolunk, Madonnát és Jézust, mivel ábrázolja a keresztény hagyomány, nem pipacsa, meg tulipánnal, vagy szegfűvel, hanem mivel? Rózsával, liliommal. Tehát pont ez a két növény volt a lista tetején. Miért? Mert, ahogy mondtam, a tobozmirigy, az nem véletlen a nevét tobozról kapta, és az sem véletlen, hogy toboz alakú, főként toboz termésű növények azok, amelyek azokat a hatóanyagokat tárolják, mint két hangvillát. Ha az egyik hangvillát megpöckülöm, és egy mellette lévő ugyanolyan hangvillára átmegy a hang, úgyhogy egyik nem ér a másikhoz, átmegy rajta ugye a hang. Most az illatanyagba például, vagy illóolaj anyagba, és ugyanezt történik, hogy megszagolok egy adott illóanyagot, minél magasabb rezgésű, nyilván annál jobb, és ez mondjuk egy tömjén, vagy itt látható mirha, hogy ennek gyakorlatilag olyan magas a rezgése, ami a tobozmirigy megvilágosult tudatállapothoz tartozó rezgése. Tehát amíg a tobozmirigy itt a koponyánkba, itt a kupánkba mindenféle rossz anyaggal meg egyébbe tele van, addig nem fog így rezegni.
aztán amikor elérkezik a pillanat, akkor ez megtörténik, és hogy ezen a billenési ponton, illetve a fejlődési folyamaton segítsünk magunkon, mint a két hangvilla, fogok egy ilyen illóolajos téget vagy növény magamhoz, magammal kapcsolatba lép füstön, bőrön vagy gyomron keresztül, és felrezget. Tehát ha éppen mondjuk ilyen állapotban vagyok, akkor ide rak, ha itt vagyok, akkor... És ugye a turulházi királyok beavató rituáléján is nagyon precízen leírták, nem csak esztergomű érsek kellett, korona, hanem megvolt, hogy a csizmában milyen kristály volt, a palásban milyen kristály volt, a koronában mihol volt, de ugyanígy megvolt, hogy milyen illóolajat és hova kentek. Nagyon érdekes, például most csak kettőt említek, a hát közepe meg a váll, hogy a magyar nyelvben ez is nagyon szépen ott volt, hogy a királynak, a lendő királynak az avatás utáni valós kapcsolattal, Istennel valós kapcsolat, ugye ez a lényeg a beavatásnak, ott nem egy ilyen szép húsvéti körmenetről van szó. Tehát, hogy ennek a beavatásnak mindig az a lényege, nálunk is más civilizációkban is, hogy a valós kapcsolatot a fáraó jelölt, vagy a turulházi király jelölt, és mások megkapják, és abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, az az emberi minőség, tehát isteni energia ezen az emberen, mondjuk turulházi királyon lejön a 3D-be, időbe, térbe korlátozott emberi közösségbe, és akkor az emberi közösség így működik, és hogyha ugye egy bizonyos felkészítési folyamat során eljutott egy herceg vagy egy fáraó jelölt, vagy akár egy pilisi pálos is a beavatás utolsó előtti pontjára, akkor ő már nagyon magas szellemi sikon volt, és már egy kis pici kellett, hogy ez a valós kapcsolat meglegyen, és ehhez tökéletesen elég egy ilyen csodaanyag. És ugye ezért van az, hogy a messiás szó is nem felimádkozottat jelent, felmeditáltat, felrejkezettet, hanem felkentet. Miért? Mert a tömmén, meg ezek a bizonyos néhány növény, ez nem emberi tudatállapotot képez le, hanem Istentől kaptuk, egy zárt genommal ő csak jó tömjén tud lenni. Nézzük meg csak a keresztény hagyományban hányféleképpen imádkoznak, és akkor még hol a többi. Tehát egy ima, egy szent könyv, meg sok minden más jó lehetőség, az lehet jó lehetőség, aztán lehet, hogy valami egészen más, de egy tömjén, amit nem egy főpap, egy testület, egy vallás alakít ki, mint egy szent iratot, vagy sok minden mást, vagy egy ima gyakorlatot, az vagy olyan, vagy olyan, de a mondjuk egy tömjén, vagy majd itt mutatok még jobbat, az csak az, amit mi kaptunk égből. Mert szerencsére ez a mérhez nem az én szellemi tudatállapotomat tükrözi le, hogy éppen ő most milyen, és ha én odaadom, akkor az olyan, amilyen, hanem azt föntről, ahogy kaptuk, és kész. És ezért van, ez a legbiztosabb módszer, tehát ezért van az, hogy a messiás is nem felimádkozott. Tehát most ugye én szeretek így kicsit ilyen provokatív lenni, hogy sokféle ember sok mindenben rá van cuppanva, és bele van kicsit jobban fogózva, mint kéne. El kell sok mindent engedni. Ugye most mit bevittek a mocsárba, nem kicsit, hogy most mi a mi szerepünk, az már így utólag kárbogozni, illetve nem kár, de itt mindenképpen ki kell jönni ebből a mocsárból. És akkor én szeretek nagyon egyszerűen fogalmazni, mert van egy jó mondás, hogy az a tudás a téd, amiről egyszerűen beszélsz, tehát nem fogok latinul, meg nem tudom én hatonyokról beszélni, meg több ilyen piezokristályról, meg frekvenciákról, hanem hogy itt van egy kis doboz, ebbe egy év alatt meg lehet termelni azt a 8-10 millió forintot, ami ma 100 hektár EU-s támogatás. Tehát egy ekkora dobozba ugyanannyi idő alatt meg lehet termelni ugyanazt, ami 100 hektár az önök pénzét, amit a vidék elnéptelenítésére
szán az EU, hogy 5-10 gazda felszántja a hegyet, földjet, az egész környéket, minden fiatal mehet a városba rabszolgának, hogy először ezt Cromwell csinálta meg angolokkal, aztán Deák velünk, hogy a Söjtörön megnézte, melyik gerendárás kösse föl magát, akkor a bölcs volt ügyvédként, ugye magyar bölcsesség, hogy ki az ügyvéd, ügyvéd az, aki ülve lop. Tehát ez az ember jogtudósként, nemes emberként tudta, hogy miről szól a 1222-es meg 1351-es törvények, és kik meg miért, és fölvette az ingyenhitelt. Aztán azoktól, akitől most is a többi magyar, és aztán ahogy az kell, be is bukta, és aztán Széchenyünk mások kisegítették, és ennek ellenére ezt a 67-tel ránk szabadította, legalizálta, ugye a törvény ereje a bűn, 50 év múlva ezek megcsinálták a Trianon, meg amiben most itt vagyunk, meg ezt a 100 hektáros kamú dolgot. Ugye mondtam, vasárnap lesz két olyan eladás, hogy igazándiból egy ilyen rendezvény is sokféle lehet, és én voltam olyanokon, amikor kértem a rendezőt, hogy mi lenne, hogyha az előadók a végén ott maradnának páran, és amikor az egyik elmondja egyik okosságát, a másik reflektáljon. Én most reflektálok arra, hogy amikor pénzreform meg tulajdonreformról van szó, akkor felejtős az egész, itt hamarosan nem is lesz se pénzre, se sok minden másra, se meg ilyen intellektuális csekészségekre szükség. Itt egy kukoricacső, ha ebből fogok egy szemet, elvetem áprilisba, októberbe, ha csak egy ilyen cső lesz, minimum 500 szem. 500-szor 100% az 50 000%-os kamatos kamatot kaptunk genomba a Jóistentől föntről. És amikor mindegy honnét idejönnek emberek, hogy mert így meg úgy, most ebben nem akarok belemenni, nincsenek itt, akkor a Jóisten, ugye van a Biblia, hogy a bolondokkal alázza meg a adott időszak királyét egyébben, most nincs rajtam csörgősipka, elég egy kukorica hozzá, hogy amikor 5% GDP-t hazudnak, hogy ha már Kínában 8-10 van, akkor itt már kolbászból lesz a kerítés, ezt hazudják el, meg ezt. Tehát nem kell nekünk, és nem is fog kelleni, mert össze is dől, szitnistől, tulajdonreform, a pénzzel mi a baj? Ugye, hogy a pénz fejlődött, vagy egyáltalán megszületett, ugye legmélyebb, legcsúnyább illúzió, de az elején még volt valami szakrális tartalma, arany, arány, erény, irány, jellemzően valami király, aki azért valami felelősséget, meg szakralitást hordozott, aztán jött a papírpénz, ott már semmilyen szakralitás, meg valós tartalom. És aztán most jön a következő, amikor már papír sincs, csak ilyen bitcoin. Mit jelent ez? Azok az emberi jogok, amit a lélek révén Istentől kaptunk, emberként kaptunk, azt a pénzzel, az arannyal, a papírra, meg a bitcoinra egyre távolabb viszik tőlünk. A királyt még fenékbe rúghatta az arisztokrácia, meg a nép, mert ott volt köztük. A Manhattanben, meg a Citybeli, én voltam a Citybe, ott az a zuborka, akkor építették a jellegzet, és én ránéztem, mert a film átlátszik, tehát csak a neten ilyen ijesztő monstrum, hogy hú, mekkora okosság, átlátni rajt, teljesen átlátszó baromság. És ránéztem, csak egy zsigerileg, hogy ezek a WC-t nem fogják hamarosan lehúzni. Tehát, amikor aztán bitcoin lesz, akkor a felelősséget, meg a mi jó emberi jogainkat a lehető legtávolabb viszik. Aztán lehet CBDC, meg izéhozé, az mindegy sátáni illúzió. Hogy az aranyér, a papírér, meg a bitcoinér futtatják itt az embereket birka módon. És ez az idő lejár. Mondom, 50 000%-os kamatos kamat, meg ezt kaptuk föntről. Úgyhogy igen, messze van attól, ami ma van, meg időnként, ami felé próbálják reformálni. Lehet ezen játszani fölösleges, teljesen fölösleges. De inkább kezdjük akkor, ugye
az, hogy mi a jó megoldás, meg mifelé kell menni, ahhoz ugyan föl kell mérni, hogy hol tartunk, meg hogy juthattunk ide, de szerintem, ahogy mondjuk a tatárok ellen a magyarok nem azt csinálták, meghívják a tatár fősámán, és akkor meséljen hány feje, meg foga, meg nem tudom, lova van a kutyafejű tatárnak. Szerintem már mi is túl vagyunk, hogy tudjuk, kivel van dolgunk. Disznófej nagy úr mindahány. Ugye a magyar bölcsesség megint, hogy veszekedő testvérek kenyerét idegenek falják föl, aztán lehet ilyen párt, meg olyan bank, meg végtelen játék, ebbe kár is belebonyolódni, megeszik a kenyerünket, jót röhögnek rajt, és még gúnyosan tolják is az arcunkba a, mondjuk, én nem nézek híradót, most valami 67 méteres, nem tudom én, ilyen hajókáról kárra görcsölni, disznófejű nagy úr, tök mindegy, milyen párt. Ez szeptember 5-én azért van két nap, tehát ez a győzikes hó, ez most szépen lecseng, és helyre kerül, aminek helyre kell, és ugye minden hagyomány szerint a legsötétebb vaskorból az aranykor fog következni, úgyhogy nem lesz itt se pénzreform, mert abszolút nem is kell pénz. Amikor már pénz, hogy a papa akkor kap mondjuk nyugdíjat, vagy egy falat kenyeret, ugye a neandervölgyi embernél a régészeti leletek tanúsága szerint az idős embereknek már adtak egy kis kaját, meg a barlangba egy kis tűz melletti helyet, és nem kérdezték meg mellette, hogy papa hány év nyugdíjt, TB-t fizettél, meg semmilyen nem volt, mert emberek voltak. Most folyik percenként a 100 millió forintos bevétel a gumicumüzemekből, van belőle egy bőven mindenfelé, és akkor olyan nyomorbért adnak, hogy a végén nincs nyugdíj, meg izé, akkor neandervölgyi ember, ez körülbelül 86-szor emberi volt, mint ezek azok, akik ezt megint le akarják tolni a torkunkon. És én azt mondom, vagy én úgy gondolom, hogy most már ne ragozzuk itt, hogy hány foga, füle, nem tudom, lova van, meg mennyi. Ugye a Drábiknak is mondtam egyszer, hogy ez, amit csinál, ez fekete mágia. Tehát azt csinálja, hogy van a 300, meg a 13, meg a pindár, és ővé a pénzkibocsátás, azon keresztül a parlament, a gazdaság, az energetika, a gyógyszeripar, a média, minden. Na most ugye az emberi működés annak a nagy része az tudatalatti. És a tudatalattink ilyenkor azt súgja, hogy hát ha ez így van, akkor menjünk a legközelebbi konnektorba vizelni, mert akkor mit tudunk csinálni? Ez fekete mágia. És én kértem ezt az embert, hogy oké, nagyon szép az a szintig, amíg eljut, de mi van ezentúl? Ez engem nagyon érdekelne, hogy szerinte mi van. És akkor hát becsületére legyen mondva, hogy érti, hogy mire gondolok, de már a legtöbb embernek is összeesküvés elmélet, még az is, amíg ő ezt a őrzői, tehát a szellemvilág alsó szegmense, ami ezt a mai szörnyi sátán ördögi, akárhogy nevezzük, ördög, aki a fölsőbb és a földi világ között lezárja köztesen a átjárást, akinek följebb még Isten felé nincs dolga, ugye az a dög minőség, akitől látszatra mi nem tudunk följebb lépni Isten felé, mert őnek ez a szerepe parazita létformának, meg a hasonlóknak. Tehát a teremtésben neki nagyon fontos szerepe van, és ha ezt átlátjuk, mint Jézus a Getsemáni kertbe, akkor már nem érdekelnek a P-betűk, a pénz, a pozíció, meg amivel ezek a kísértések járnak, és akkor már nincs felettünk őnek, és akkor mehetünk a Isten felé a fölöttes régióba, és akkor az le fog jönni egyéni és társadalmi szinten. És aztán a kisöreg elkezdte a beszédének a második részét, és akkor egyszer csak abba hagyta, és kinézett rám, és akkor elkezdett mesélni a piótyáról, így úgy ismerjük, tudjuk mit, ilyen kis huncut mosolya. Tehát így ez volt az üzenete, ugye itt a Gábor is, hogy az előbb lezárta, hogy mi nem eszkimók vagyunk, mi itt magyar emberek, magyar néplélket keressük, és egymásba és magunkba,
és ezt kell megérjük. Ehhez úgy mondom, egy nagyon jó lehetőségek, hogy a sumérektől indítanám mondjuk, akkor most elkezdeném a növényekről, hogy még egy percet kérek, jó? És akkor várja, mindjárt egy üveget keresek. Volt itt egy üveg, egy ilyen szép üveg. Itt van, kettő is van. Oké, fölveszem, elnézést, csak nem, majd egy későbbi történet lesz. Úgyni. Tehát ez a özönvíz után ugye a suméreknél jegyezték fel az első olyan anyagot, amitől mondjuk a parfümipar is indítja a történetét. Én láttam ezt Provence-ba, most egy éve Bagdad meg Eufrates fölött végig elrepültem, nagyon érdekes dolog volt, de egy percem van csak, most nem kezdem el. Tehát ebbe az üvegbe kálmos van, itt ez a kis pici fűszerű valami, ez egy kálmos, egy törpe kálmos, egy aranylevelű kálmos, elképesztő jó idegrendszerre, virága a zöldhályogra, meg nagyon sok mindenre használták. Nagyon finom parfüm illata volt, K betű, kálmos, hogy köhögés, légúti problémák, álmos a nevébe, az meg nyugodt idegrendszert ad, ami annyit jelent, hogy a két szó van a magyarban, amivel nagyon sok mindent lehet modellezni, az alom és az elem szó, LM, magas E hangrend, AO, és mit jelent ez? Bizalom, hatalom, aztán egy csomó más. Nyugalom, ugye a nyugalom, amit ez az első állapotban, vagy pillanatban ad, ez a hosszú levelű, kámos nevű növényi hatóanyag. Nagyon sok minden van benne, de nem azért használta a sumér király, mert hogy ideges volt, vagy nem tudott jól aludni, hanem ez is egy beavató anyag. Tehát egy csomó olyan növényt letiltanak, ha beírom a nevét a Google-ba, be se fogja dobni, le van véve az algoritmusból, mert annyira jó. Aztán van olyan növény, mint a kámos, hogy védetté teszik, mert megint egy csomó mindenre arra nagyon jó, és a magyar hagyományban 45-ig a kabátjukba hordták az emberek, mentek az utcán vagy munkába, kicsit megrágcsálták, mentek tovább, nem fájt a fejük, jól aludtak, a gyomrót meg csomó minden másra eszméletlen jó, és nem kell, nem kell a patikárius meg a mindenféle, amit ma a helyet tolnak a szánkba. Aztán a másik fülhatóanyaga ez a bizonyos mirha, ugye Jézusnál is ott van, hogy tömjén mirha, és ugye Leonardónak van egy képe a Adoration Dei Magi, azon ott van Hunyadi Mátyás, ugye most Esztergomba, a várfalba megy az ásatás, ott van Botticelli képe, itt volt a két évig, eszméletlen dolgok fognak ott előjönni, erről a Mona Lisa, meg egyéb dolgokról, most arról nem beszélek. Tehát lényeg, hogy ez a mirha is olyan növény, a gyantája tartalmazza azokat az anyagokat, amelyek a gyomorráktól az összes bőrprobléma, gyulladás, szájüregi, talpon, bárhol, és nyilván se Jézusnál, nem ezért kellett se a sumér királyoknál, hanem hogy a valós kapcsolat meglegyen. Tehát amikor egy tanulási, fejlődési folyamat során Jézus vagy a fáraó előtt, vagy bárki más elér odahova, megkapja ezt az anyagot, akkor a fizikai testbe ez az anyag átbillenti abba a tudatállapotba, amiről ő szól, illetve ezek a szakrális botanikai növények, és beindul ez a minőségi működés, amiről én ugye beszéltem, hogy engem onnét indult, hogy egyáltalán ez a történet érdekel, és ugye az agyterületnek az a része, a középső része, ahol ez a tobozmirigy is van, meg más, az metszeti képébe sólyom alakú, és ezért van az egyiptomi hagyományban is tudták ezt, ott Horus isten, egy olyan félisteni minőség, aki sólyom feje volt, emberi testbe, soha nem mászkált ilyen lény ott, ez egy szimbólum, az az emberi minőség, aki ezt a sólyom, metszeti agyszövet, metszeti képe sólyom alakú, de tényleg, mintha egy grafikus rajzolná, hogy ha azt valaki működteti, mint Horus, akkor ez egy szimbólum, és az a társadalom emelkedik. Ugye Egyiptomban Isten másik oldán volt Szét, magyarul értelmezhető, csak semmi más nyelven, a fekete fejű
kutyafejű háború anyag démona, aki a pusztító. És akkor onnéttől eldönti az adott civilizáció, a király meg a népesség, hogy melyik felé mozdul, hogy azt a bizonyos melyik létsíkra helyezi magát, amiről itt most szó van, hogy keressük a helyünk, és hogy ebből a szkíta és egyéb hagyományból mit tudnánk ismét magyarként megélni, hát csak így. Tehát, hogyha nézzük a mai Kínát, hogy a kommunista anyagelvű, istentagadó, és a másik, ez a kapitalista, ugyanúgy anyagelvű, csak a profit, és ugyanúgy istentagadó, ez a kettő ötvöződik a mai szörnykínába, amit ugye itt most hoznak át lítiumgyárként. Ugye fizikailag ez mindig lejön egy-egy tudatállapot, hogy most lítiumgyárba, vagy egyébbe, vagy Kínába, a füstbe, ott cikákolnak a fővárosba, de lejön. És hát ezért nagyon fontos, hogy egy társadalom milyen szintre helyezi azt a bizonyos lécet, milyen létsíkra, és csak ezen múlik. Ha arról beszélünk, hogy a kommunisták hány 5 éves term, meg hány traktor, meg mennyi vasércet termelünk, vagy a mai, hogy a munkaterápia, meg a GDP, ugye ezen végtelen növekedés, ugye az a biológiában úgy hívjuk, hogy rákos folyamat, gazdaságban a végtelen növekedés, az a GDP, a fizikában meg az antrópia leírja, ha a vezérlőt kivesszük, az a káosz szimbólum, tehát mint a bizonyos hatágú csillag, ugye kivették a kárdus csillagba a középpontot, az isteni a vezérlője, maradt a körülötte a kiformálódó szimbólum, az egy simán egy káosz szimbólum, egy anyagelvű, anyajogú anyagelvű nép viszi a bankokat is, meg azt is. Akkor menjünk tovább, a lejár az egy perc. Arrébb veszem vár. Növényekről. Tehát ugye mondtam, hogy nálunk is megvannak a mérsékelt övön ezek a lehetőségek, rózsa, lilium, bizonyos fajtái. A mediterrán régióban is vannak ilyen növények, köztük a legjobb, nem véletlenül a jézusi történetben is a mirha tömjén, azok a legmagasabb rezonanciértékűek, illetve a legjobbak, még ennél is jobbak a trópusokon vannak, és abból hoztam egyet itt, minden nyelven ezt a növényt templomfának hívják, még Indiában is, ugye eszméletlen növényvilág van, nagyon gazdag, de amikor a Közép-Amerikában polinézek, széthorták, ki tudja mikor ezt a bizonyos templomfát magyarul, akkor még Indiában is, Tájföldön is mindenhol kisöpörték a templomokat, mert akinek érzékelése van ebbe, mint nekem, ugye én illat alapján meg tudom mondani, hogy ebbe a történetben melyik mire jó, mondjuk 0-tól 10-ig, és ha beviszik ezt egy indiai olyan embernek, akkor bármikor ő is megmondja, hogy ez a templomfa bizony sokkal jobb, mint bármelyik ottani indiai növény, pedig az ilang-ilangtól a nem sorolom a csampakáig, mindenféle csoda van ott is, de ő a templomfa, illetve bizonyos hibridjei, majd ha óvatosak lesznek, akkor itt lerakom, és akkor meg lehet illatozni. Tehát lényeg, hogy a trópusokon vannak a legmagasabb rezgésűek, nem véletlenül ezen az Adoration Dei Magi, a három mágus köszöntése című képen, ott van Hunyadi Mátyás bal oldalon alul, hogy a kortársa volt a 30 éves Leonardónak, ő meg a jobb oldalon van a képen, és van egy elefánt a kép közepén, ahogy jön egy nagy pálmafa mögül. Mit keres Jézusnál egy elefánt? Hát ott soha nem volt, meg most sincs az afrikai elefánt jóval lejjebb, és indiai elefánt. Ha kinagyítjuk a képet, le lehet hívni, meg lehet nézni. Ugye van 4-5 mondat, hogy mi a különbség afrikai indiai elefánt között, és ugye ezt, ha leírja Leonardo, amit tudod, hogy mondjuk Jézus ott volt Indiában, és miért, meg egyéb, hát pont egyrészt azért, hogy azt a mindenféle jogi tudás, meg bizonyos anyagokkal kapcsolatba kerüljön, amivel akár mondjuk a tömé hazájába se kerülhetett, mert mondjuk csak Indiában vagy hasonló helyeken volt. És ugye, ahogy mondtam, a két hangvilánál, a hangvilánál is nagyon fontos, hogy milyen az a hangvila, mert csak a megfelelő hangú hangvila adja át a ugyanolyan hangvilágnak a hangot, és nem mindegy, hogy egy alacsonyabb rezgésű mondjuk gyógynövényt használok, vagy egy legmagasabb töményt, vagy még fölött egy templomfát, mert a tudati fejlődés sokkal gyorsabban, egységnyidat sokkal gyorsabban
segíti egy ilyen magas rezgésű csodaanyag, ami mondjuk csak Indiában van, és a közelben máshol nincs. És ugye ott van ezen a Leonardo képen is. Ugye mondtam, hogy most így visszafelé megyünk, itt van a fekete üröm, ugye üröm, az üröm az most nagyon más jelent, mint régen, tehát hogy az ürömfélék az egyik legjobb itthoni növény nemzetség, rengetegféle van, fehér üröm, fekete üröm, ez a fekete ürömnek egy szép tarka levelű változata, az vagy spontán ilyen génmutáció, vagy máshogy is keletkezhet, és nagyon, nagyon jó dolgokat tud, ugye ez is bélférgességtől, nem is kezdem el, mert ezt bárki beírja neten, akkor megtudja. Tehát, hogy az ürömfélék, fehér üröm, aztán van az egynyári, amivel nagyon jól lehet rákot gyógyítani, hogyha mondjuk 3-5 napig valaki szerves vasat fogyaszt, akkor rákos sejtek felszívják magukat a vassal, a cukorra, és utána 3-5 napig fehér, illetve bocsánat, egynyári üröm teát iszunk, vagy rákcsök ezt a növényt, vagy tintúraként, vagy hasonló, akkor a növényi anyag a magas vastartalmú sejteket megölik, és egy ilyen szelektív sejthalát okoznak, mondjuk a daganatos sejteket nagyon jól pusztítják. Van még pár olyan dolog, amivel ha ezt kiegészítjük, akkor igencsak kilátástalan milyen embereknek is lehet segíteni. Ez egy jógi növény, ugye mondtam, Jézus a Indiába, hát mit keresett? Hát ugye a jógi hagyományban sok olyat tudnak, mint a pilisi, ugye, hogy mondjuk a beavató rituálé olyanból áll, hogy 3 napig tesz halott állapotba, és aztán vagy visszajön, vagy nem, meg sok minden más. Na most ez a növény, ez a Bacopa monnier, ez egy olyan növény, memória növénynek is hívják, alacsony dózisban használják, én Alzheimer-eseknek, meg hasonló, hogy a papának, mamának kicsit ne remegjen a keze, meg jobban emlékezzen, és élete végig szedni kelljen. Nagyon gyorsan ki lehet ezekből szedni ezeket az embereket. Ez kell hozzá, ez például, hogyha 3 napig mondjuk reggedébe eszünk egy ekkora darabot, valakinek odaadom, meg kell rágni, nem kell egyből lenyelni, tessék arra fordulni most egy picit a közönség felé, és a hölgy, hogyha elkezdi most rágcsálni, ő jelentkezett, akkor amikor ilyen Mr. Bean-es rát megy az arca, mondjuk 10 másodperc után, mert van fanyara az íze, még nyugodt, még egy percről volt szó, bár lejár az egy percem, tessék gyorsan rágni. Tehát, hogy amikor ilyen nagyon fanyar íze, ilyenkor a gyomoragy meg a koponyagy lereagál, tehát lekommunikálja, azért nem kell egyből lenyelni, lekommunikálja, most már le lehet. És akkor, ezért ugye a rágás ezért fontos, így van, akkor már gyomorba tudja, hogy ő mit fog kapni, és elindul az a tökéletes folyamat, ami 3 nap után például a memóriát javítja, aztán ineket csinál ez a növény, hogy az idegsejt újra termelést beindítja. Ugye az etanol az első 3 anyag között van, ami leginkább gátolja, mert én még úgy tanultam középiskolába, hogy ilyen nincs is, és hát a tanárom mondta szerint az összes profi akkor elmebeteg meg izé lenne, mert mind alkoholista volt. Tehát, hogy most már elismerték persze jó rége, hogy igenis a koponyában is van idegsejt újraképződés, és azt is segíti, meg az ereket újraépíti, tehát ilyen nagyon magas vércukrú retina eldurranásnál, bevérzésnél is egy-két más anyaggal nagyon gyors eredményt lehet elérni. Aztán ugye a sumereknek Ur volt a fővárosa, ez a férfi atyai minőséghez kapcsolódik, annyit jelent, hogy egy bekerített terület, de tágabb értelemben, hogy eddig és nem tovább. Hát most nagyon nem ebbe a, ugye az atyai minőség, ahogy mondtam, a kárdos csillagból is ki lett féve, meg minden másból, tehát most megyünk a nő, tehát eszetlen női minőség, tehát amit mondanak, hogy mi, hogy, meg merre, ennek persze mind a kétféle, a női meg a férfi is abszolút kárvalótja, tehát itt nem arról van szó, hogy egyik a másikat elnyomja, hát megvan mind a kettőnek a szerepe, de most egy másik történet. Van itt egy másik üveg, ez a vörösbor, meg egy, ez most egy aloe, de akkor Provence-ban voltam, álltam a hegyoldalba, és nem mondom, ez a templomos aloe, több mint 400
65 aloe van, és aztán tényleg az volt kiderült. És hogyha a templomos lovagok, nem véletlenül a Notre Dame-nál, a mi asszonyunk templománál tüzelték el ugye az 1300-es évek elén a vezetőiket, a férfiakat, mert ők megkapták a bankárok népe mellett őket kiféken tartva a kamatos kamatnak a használatát, és ők jóra használták, egy csoda világot építettek föl 100-200 év alatt. Ezt ellettek ugye ott tüzelve, nem véletlenül a Notre Dame-nál, mert mindig párosan építettek a templomosok templomot. A Notre Dame-nak volt a Szent Etienne, az egy férfi energiákat aktivizáló, onnittán 40 kilométerre lévő eszméletlen szép katedrális, nem tudom, ki hallott róla. Notre Dame-ról mindenki, hát a Szent Etienne-ről, mert az férfi minőséget generál, aki azt jól tudja meg hogyan használni, és az most nagyon nem kell. És amikor ők ezt a másik aloéfajt belerakták a levelét a vörösborba, ugye 6-7 és 6 mondja a magyar hagyomány, tehát minimum 6-7-i gázik, lehet még egy-két dolggal segíteni, akkor ők átlagban 70-80 évig éltek, 1100-as években, amikor ugye a 40-50 év az már szép kornak számított, ráadásul úgy, hogy ők harcoltak, tehát nem egy ilyen kis egyszerű életük volt. Aztán, ha megyünk tovább itt az asztalon, akkor ez már Mátyás koráig, egy kicsit későbbig a magyar hagyománynak is része volt. Ez egy tengeri hagyma faj, mert több is van. Van, amelyeket patkányírtásra használták. Én most nagy jövőt jóslok annak a növénynek, mert szerintem nagy szükség van rá. Én szívesen részt veszek egy ilyen projektbe, hogy kiutaljuk, hogy nem tudom, milyen doktorúmmal segít, hogy milyen formába viccelek. Tehát lényeg, hogy ennek ilyen látszik, ilyen hagymája van, és amikor ezt ledarálták, mint a vörös hagyma hagymáját, egy ilyen kocsonyás, géles anyagot kaptak, nagyon sok mindenben hasonló, mint az aloénak a hatóanyaga, csak még durvább, és ha ez a kocsonyás anyaghoz aranyport kevertek, akkor ezzel festették a szerzetesek a kódexeket, meg azokat a könyveket, amelyeket akár most 1000 évesen is el tudunk olvasni, mert hogy akár a kutyabőrt, a papíruszt, a pergament, mindent, ami könyv alap volt, azt olyan szinten tartósította, hogy mondjuk a Mátyás kódexek is így készültek. Tehát olyan, mintha szinte tegnap festették volna, ha fellapozhatnánk, mondjuk így akár a neten, hogy milyen gyönyörű, szép arany és egyéb festmények voltak az iniciálékban, meg a kódexekben. Tehát ez volt az egyik varázslat, ez a növény, hogy az hogy lehetséges. Ez megint csak az, hogy ez már egy egyes lejjebbi kategória, ez már szakrális kapcsolatot nem fog adni az őt használónak, de gyógy és fűszernövény, mert például bekötözték a törött kart, meg a sebeket ennek a akár egy méterre növő nagyobb leveleivel, és akkor ilyen pikpakka sebek, meg a törés sokkal gyorsabban gyógyult. Mondom, ugye nagyon sok hatóanyaga van, csak tudni kell, hogy melyik fajt, mert hát van, amit a, nem tudom én, patkányra kötözünk, van amelyiket meg magunkra, és akkor ott hat, ahol kell. Itt ez az utolsó növény, ezt úgy hívják, hogy mexikói zsája, ugye a indiai, van az indiánoknak is a fehér, mindenféle zsáják vannak, de az például azért nem jó térharmonizálásra, mert hogy a jó energiákat is lecsengeti, meg a rosszakat is. Ez a zsájafaj, ez eszméletlen finom koktélokba, levesekbe, húsokhoz, szinte bármihez, és például menő koktélbárokba egyehető, ez a szép többféle színű virága van, ehető, és akkor jégkockába lefogyasztják, úszik a koktélba, és akkor nagyon látványos, ugye, hogy még díszít is. Ilyen nagyon kellemes illata van, és gyomornak, idegrendszernek, sok mindennek gyógyszere. Úgyhogy én ezt a normalitást szeretném, illetve ha megérem, fogom látni előbb, mint sokan hiszik, és hogyha majd eljön az ideje, ugye Jézus mondta egy nehéz órában, hogy nem az én órám van, akkor majd azt kell csinálni, hogy azokat a bizonyos növényeket, ami már itt volt régen is a magyar hagyományban, nagyon sok csoda növény, a boldogasszony tenyerétől, most nem sorolom,
hogy a hóvirágnak galantamina hatóanyaga, és ugye azt is rakják ilyen gyógyszerekbe Alzheimerre, de csak úgy, hogy éppen csak tünetmentesítsen. És ugye például a gyöngyvirág, most olyanokat mondok, ugye, amit nagyjából ugye mindenki ismer, tehát a gyöngyvirágról is hetet havat összebeszélnek, hogy mérgező, meg így, meg úgy. Közben középkorban az orvosok címere volt, tehát össze kell rakni, tehát akkor ki a tömeggyilkos, hát ez van. Úgyhogy azt kell csinálni, hogy minél gyorsabban én központi ültetvényeken a bizonyos leghatékonyabb növényeket, most majdnem azt mondtam, állami támogatással, tehát közösségi erővel szétszórni, hogy régiós központokkal, hogy kiválasztva azokat a tényleg leghatékonyabb növényeket, ami a természetet megújítja, meg akár az emberi fizikai, lelki, szellemi minőséget, és aztán ahogy néhány év alatt ezek a központok alközponttá, és aztán régiósan ezeket a növényeket megint a magyar kertekbe vissza tudják juttatni, mert mondom, egészen 1945-ig is hihetetlen. Tehát nem kell nagyon messze visszamenni, hogy mi érték volt a magyar kertekbe, aztán kicsit régebben meg pláne. Úgyhogy ebbe az irányba kell elmenni. Ugye Gábor is mondta, sokféle szakma van, kinek ez adatik, kinek az adatik. Itt akárhogy is csűrjük, csavarjuk, nincs pénzreform, nincs, nem megyek bele, fölösleges, hanem ebbe az irányba kell. És a legmagasabbra, ha Isten felé be vagyunk pozícionálva, akkor az lejön gyógyításba, és ugye az van egy ilyen város Iránba, az megint a magyar ősiség része, hogy Ispahán. Tehát a közigazgatásba, ha lejön az isteni minőség, az ispán. Nem ezek a, ezek nem sokáig lesznek ispánok. A magyar férfi névbe 5 István volt turulházi. Isten István. Aztán mi Tündér Ilonánk a magyar hagyományba, vagy az Ibolya, vagy az igazság, I betű az isteni minőség, ki, annélkül már csak gazság. Tehát a magyar nyelve szépen leképezi, és például az egyik legjobb damaszkuszi rózsa hibrid is a Ispahán, ugye a hát beteszik, hogy az ott sose volt, tehát az A, U, U és a hát kiveszik, beveszik, mint a Budánál is, hogy Buddha. Én megkérdeztem Buddha csontjainál, hogy hogyan ejtik a tájok a Buddhát, Budának ejtik, Buddha. Nincs há, ez csak nekünk nyomják. Tehát, mert én ezt előtte hallottam, kint volt, és direkt megkérdeztem, hogy van ez. És tehát pár betűt kell ki, meg be, meg megcserélni, és akkor helyén vagyunk, hogy ispán, és ki az, mi az. Kérdések esetleg lennének-e az Attilához? Üdvözlöm, én nekem csak egyetlen kérdésem van, annyi mindent lehet hallani parlagfűvel kapcsolatban, hogy ebben mi az álláspont? Az egyik legjobb gyógynövény, csak ne az útszéléről, ugye a benzin meg ez a szemétfűs leszedi a pollerről a védőréteget és allergizál, de hogyha nem az útszéléről, most még augusztusban szedni kell, most még nagyon jó a hatóanyaga, szeptemberben rövidül a nap és aztán már gyengül. Tehát össze kell a 2 méteres nagy parlagfüveket kötni, a kamrába madzaggal föllógatni, és a legjobb rákellenes, meg mindenféle ellenes a parlagfű, csalán, most én nagyon drágákat mondok, nem mérhát. Tehát parlagfű, csalán, aztán most van ez az kanadai aranyvesző, most szedtem nemrég, de nem solom, mert most olyanokat mondanék, akit minden, tehát a nagyon jó, legjobb. Azért jó, mert hogy működik a parlagfű? Megkóstoljuk, ilyen nagyon fanyar. Ugyanúgy, mint ezek a, mert rengeteg, több mint 500 hatóanyag van a mirhába, tömjénben, meg a parlagfűben is rengeteg, ilyen nagyon kesernyi és fanyar. És egyik hatóanyag is bemegy a talajba, meg a másikba, meg a 500-dik is, és az mind a következő évben már tápelem lesz, ami addig nem volt. És ezért van az, hogy első évben a Jóisten a természet rendjében mindig a hiányzó jelenik meg. A parlagfű nagyon sok mindent ő ad vissza a legtöbbet a kizsigerelt, mondjuk művelt talajból, visszaadja azt az 500 hatóanyagot, a következő évben már alig lesz, olyanok jelennek meg, amit a parlagfű nem rak be, és így tovább. És a szuper. Tehát teának, most rákcsálni kell, amikor megyünk el mellett egy 3-4 centit, aztán ugyanígy a pitypangnak a száros, virágos levele. Ha valakinek tyúkszeme van a talpán, ne menjen sehova, a gyökerével bekenni a tejnedvével, gyomornak, mindennek a legjobb, pitypang,
és nagyon sok. Tehát jó. Tengeri hagyma. Tengeri hagyma, igen. És azon belül vannak ilyen változatok, hogy melyik mire jó. A nekünk vagy a, akit nem annyira szeretünk. Igen? Más tavasz elején, amikor berobban, minden növény más energiát ad le, mint most. De mi, hogyha például tinktúrát csinálok, szedek tavasszal is, van a tavaszi állapot, mert az a kirobbanó, gyors, egyrészt nagyon tisztítanak tél végén, tehát a tavaszi korai gyógynövények arra vannak, hogy nagyon roborálnak, tehát frissítenek és beindítanak a tél végi lepukkant állapotunkból, plusz tisztítanak. Aztán, amikor jön a nyár, akkor egész sok minden más megjelenik, meg aztán ősszel is. Ezért van, hogy például a mirhából szedek egész friss hajtást, levelet, sárga bogyót, piros bogyót, minden állapot, mert mindegyik más, és a magyar nyelv hogy képzi le? Egészség. És akkor az nem igaz, hogy amikor virágzik, akkor már mérgező? Amicsoda? A barlangfű. Dehogy mérgező. Akkor én már itt egy ilyen múmiával beszélget. Akkor... Nem. Csak mondom, útszéléről ne szedje, ahol a füst éri. Tehát bemegy az erdő széle akárhol, meg ne az ilyen GMO szörnyföldek szélén, mert az mind beveszi azt a sok szemetet, amit tőle kispriccelnek. Tehát ilyen erdő szél akárhol. Szerintem még holnap reggelig is hallgathatnánk Attilát. Ja. Ilyen bő figyelemmel. Imre Suzanne.